Nézzük meg együtt az Espersit ház udvarán Varga Imre Kalapos József Attiláját. A bronzkép más 1971-ben a Margit szigetre készült, de dr. Tóth Ferenc kérésére a művész hozzájárult, hogy az egykori polgárházban létesített irodalmi múzeum számára újra kiöntsék. Varga Imre Kalapos József Attilája, a makói ügyvéd, Espersit János egykori házának udvar felőli szögletében az üvegezett veranda előtt áll. A megsötétedett, esővíztől megzöldült bronzképmás ilyenkor tavasszal a legszebb, amikor a virágzó aranyesőbokrok sárga függönye övezi, és az egyszerű talapzat lábánál kidugják fejüket a földből az illatos jácintok. Távolabb a terméskőkockák közt ibolyák nyílnak, és a szobor fölött magasodó kéményen néha gerlepár sütkérezik a tavaszi napsütésben. A költő, magába mélyedve, szomorúan töpreng ennyi friss szépség között, hajdani vagányságára a Hej burzsoá, hej proletár, én József Attila itt vagyok, beköszöntőjére már csak az egyik oldalon felfelé pördülő kalapkarima emlékeztet, mert a hosszú, vékony nyakon oldalra biccenő fej, az összeráncolt homlok, a végtelenbe tekintő szemek és a száj a ráboruló bajusszal mind-mind a késői versek reménytelen szomorúságát sugározzák. Varga Imre Kalapos József Attilája rendkívül karakteres portré, de nem csak az. Ha nem ismernénk vonásait, akkor is tudnánk, hogy egy költő szobrát látjuk. A művésznek ebbe a képmásba sikerült belesűríteni a hasonlóság mögé a költő sorsát is, és így a felnőtt kemény arca mögött ott bujkál a kamasz érzékenysége, a magára kényszerített szigor mögül kitetszik a kétségbeesés. Figyeljük meg, hogy a mellszobor látszólagos nyugalma ellenére tele van vibráló feszültséggel. A kalappal, mint egy megkoronázott fejet, szinte felszabdalja a kiugró orr tömege, és a szemöldökök, a bajusz hangsúlyos formái, az arc tengelye pedig szöget zár be a ferdére csúszó nyakkendővel. Az is jól látható, hogy a kabát, a zakó és a nyakkendő által kirajzolt függőleges irányt szinte elmetszi a kalapkarima hullámzó szegélye. A kalapnak fontos szerep jut a formákkal való jellemzésben. Bármerről nézzük is a szobrot, rendkívül változatossá, szeszélyessé teszi körvonalait, mint egy felidézve azt a játékos könnyedséget, amely József Attila költészetére súlyos tartalmai dacára annyira jellemző. Varga Imre emlékműveinek alakjain az öltözet ugyanolyan fontos, mint az arc, mert segít a jellemzésben. Bartók szobrának kabátja teljesen sima, és az oszlopszerűség hangsúlyozására szolgál, Móricz Zsigmondé vastag, puha anyagot sejtett, és az író tömzsi alakja még zömökebb, még súlyosabb lesz tőle, Kodályé panyókára vetve lazán, és természetesen omlik le a várról, mint egy dallam, József Attila szobrán a könnyedén mintázott kabát a lebegés érzetét kelti. Szétnyíló kabát szárnyai, mintha folytatódnának túl a szobron is. Szinte érezzük, ahogy a szél belekap, és szárnyként lebegteti a költő két oldalán, aki lassú léptekkel sétál a macskaköveken, és fejében verssorok formálódnak. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent. Nem remél. 80 éve már, hogy egy fővárosi ügyvéd Makóra küldte tanulni sógorát, fiatal felesége rakoncátlan öccsét, Attillát, a kültelki árvát, mint egy bizonyítva a Szirbik Miklós által lejegyzett szólás igazságát, Makóra, ha rossz vagy. A 15 esztendős kamasz csak pár évet töltött itt, mégis a város meghatározó személyiségévé vált. Vezető tisztséget betöltő polgárok, ügyvédek, orvosok, tanárok egyengedték útját a halhatatlanság felé, és még a kezdetben ellene forduló diáktársadalom nagyobb része is befogadta végül.
Elneveztek róla gimnáziumot, termelőszövetkezetet, művelődési házat, könyvtárat, múzeumot, és két szobrot is állított neki a város. Egyik Tar István 50-es évekbeli a szocialista realizmus jegyében fogant sematikus műve, a másik Varga Imre nagyszerű kalapos mellszobra. Van a költőnek egy harmadik emlékműve is a városban, a József Attila utcán, a József Attila gimnázium sarkánál, ahol a 16 éves gyerekköltő egy esti séta alkalmával megállt, és azt mondta barátjának és osztálytársának: rólam egyszer még utcát fognak elnevezni. Itt helyezték el a Makón született verseskönyv címlapjának felnagyított bronzmását. A Kocsis Imre festőművész ötlete alapján készült alkotás úgy illeszkedik a járda aszfaltjába, mint a középkori templomok padlójába egy-egy ott eltemetett főpap sírköve, vagy a föld alatti vezetékek megközelítésére szolgáló nyílások, öntött vas fedlapjai, amelyek annál fényesebbek lesznek, minél régebbiek és minél több láb tapos rajtuk. Így válik egyre ragyogóbbá József Attila alakja és életműve is, de azért nem árt, ha néha megtorpanunk siettünkben, és fejet hajtunk a nagyköltő emléke előtt.